A Balázs Diák Kft. Oktatási szoftvereket, taneszközöket fejlesztő magyar tulajdonú vállalkozás, mely már közel 20 éve az intézmények komplett ellátásával foglalkozik. Szoftverfejlesztő tevékenységét 2007-ben kezdte, mára már közel 200 interaktív tananyagot készített. Kifejezetten sajátos nevelési igényű gyerekeknek készült oktatási szoftver mindezidáig nem szerepelt kínálatunkban. Így örömmel vettük a felkérést a Nemzetközi Pető András Főiskolától, hogy az innovációs megújulás jegyében közösen készítsünk egy olyan szoftvercsaládot, amely központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek speciális oktatását segíti elő. A fejlesztési, tesztelési folyamatokban részt vettek az intézetben dolgozó konduktorok, valamint a sérüléssel élő óvodás, kisiskolás gyermekek. A fejlesztések során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a program a digitális eszközök bármelyikén futtatható legyen. Nem csak táblagépeken, hanem PC-n is fut. A szoftver célcsoportjába tartoznak az óvodáskorú és kisiskolás, sérüléssel élő gyermekek, de természetesen épp gyermekek számára is kiválóan alkalmazhatóak a fejlesztő játékok. Most nézzük meg közelebbről! Mindkét program első lépése a beállítási lehetőségek közül a nyelv kiválasztása, lehetővé teszi a program angol és magyar nyelvű használatát. Az első beállításokkor azt is eldönthetjük, hogy a szoftvert hang kiegészítéssel, vagy csak szövegesen szeretnénk használni. A kézdominancia kiválasztása egyedüli fejlesztés a piacon megtalálható játékok között. Ennek a táblagép használatakor van kiemelkedő jelentősége. A játék szintjeinek kiválasztása a gyermekek életkori és tudás szintjének megfelelően állítható be. A játékoknál a kronológiára ügyeltünk, a könnyebb feladatokat folyamatosan nehezedők követik. A beállítások szabályok menüben a szöveges, hang és képi illusztrációk is segítik a felhasználókat a szabályok megértésében. Ezzel is ügyeltünk arra, hogy különböző képességű gyermekek is megértsék a játékszabályokat. Szintén a beállítások menüpont alatt kaphatnak információt a szülők, pedagógusok a szoftver speciális módszertani ajánlásáról. A szintek emelkedésével az alapszínek után megjelennek a kevert színek, és növekszik a színpaletta száma. Jó megoldás választása esetén a sziluett forma kiszíneződik, aranycsillag jelenik meg a jobb felső sarokban, és csilingelő hanggal jutalmazza a gyermeket. Téves színválasztás esetén a sziluett forma rezegni kezd jobbról balra nemet mutatva, és nem színeződik ki. Ne keseredjünk el, javítási lehetőség mindig van. A megfelelő szín megtalálása után a forma színessé válik, ebben az esetben viszont aranycsillag nem jár érte. A tanulási folyamatban az önértékelés és önellenőrzés lehetővé válik. A javítás lehetőségével az ismeretek bővülnek, nő a gyermekek önbizalma, a feladat iránti kitartása, szabálytudata, türelme. Az indítás után megjelenik a mese illusztráció a vidám kis sünivel, aki az utakat rója. Ha még nem tud olvasni a gyermek, akkor meghallgatja egy felnőtt felolvasásában a mesét, ami fejleszti a szövegértést. Ha tud olvasni, akkor fejlődik a vizuális észlelés, téri irányok síkbeli felismerése, balról jobbra, fentről lefelé haladó olvasás, valamint a szövegértés. Az indító gombbal megjelenik a két dobókocka. Kattintásra, érintésre egyszerre pörögnek, majd megállnak. Megjelenik a labirintus, illetve a megfelelő oldalon lesznek láthatóak a dobókockák a pontokkal, valamint a köztük levő műveleti jellel. Ez függ attól, hogy milyen kézdominanciát állítottunk be. A szoftver ezáltal fejleszti a finom manipulációt, vizuális észlelést, vizuális analízist, figyelmet, relációk ismeretét, térbeli tájékozódást, globális számképfelismerést és a logikai gondolkodást. A gyermek felismeri, hol van a süni, merre kell elindulnia és hova kell érkeznie. Ez fejleszti az okozati gondolkodást és a következtetés megértést. Észrevétlenül matematikai feladatot old meg, gondolkodik és útvonalat tervez. Kijelöli a táblázatban az útvonal irányát, ami a labirintusban kiszíneződik. Ezzel fejlődik a térbeli tájékozódás a síkban, ismerkedik a téri irányokkal és azok nevével. Amikor a gyermek a labirintusban kevesebbet jelölt vagy többet, mint amennyit dobott vagy letért az útvonalról,
akkor a süri nem indul el és az indítás gomb rezegni kezd. A játék folytatásához a lépéseket újra kell terveznie. A dobásnak megfelelő mennyiségű kijelölés esetén a süni célba ér, és csilingelő aranycsillagot kap jutalmul a játékos. A kis felfedező használata során a gyermekek önbizalma növekedik az olvasási készségekben. Könnyebben és gyorsabban ismerik fel a dobókockák számképeit. Jártasabbak lesznek az irányok felismerésében és megnevezésében. Szabálykövetésük határozottabb lesz. A matematikai műveletek megoldásában gyorsabbá, bátrabbá, gyakorlatiasabbá válnak. Valamint a logikai következtetések terén is fejlődést mutatnak. Az elkészült szoftverek hozzájárulnak ahhoz, hogy a sajátos nevelést igénylő gyermekek komplexen fejlődjenek, erősödjön a kézdominancia stabilitása. Eddigi tapasztalataink alapján a gyermekek a két programot szívesen használják, kérik és várják a program használatát a fejlesztő napirend során. Örömmel tölt el bennünket, hogy fejlesztésünkkel hozzájárulhatunk a gyerekek fejlődéséhez és tanulásához, apró mosolyt csalva az arcukra.